A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy nagyon fontos füzetecske kiadvány van a kezemben, Zenés ősz az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral. Ugye nemrégiben volt a sajtótájékoztató az idei évadról, egy nagyon-nagyon fontos sajtótájékoztató volt, ahol megjelent Cserpakovics András polgármester úr is, aki biztosította a zenekar tagjait, illetve a jelenlévő újságírókat, hogy a város teljes támogatását élvezi továbbra is az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Meg kell valljam, hogy én nem lepődtem meg ezen, hiszen az elmúlt időszakban fantasztikus eredményeket produkált, és én azt gondolom, hogy ma már ott tartunk, hogy Székesfehérvár egyébként is fontos, és azt mondom, hogy eredményes kulturális életének egyik zászlóshajója mindenképpen a szimfonikus zenekar, és most függetlenül attól, hogy már megértük a koronavírus járványt és a gazdasági válságot. No, és hát erről fogunk beszélgetni, illetve erről a zenés őszről, vendégem pedig Ruf Tamás, a Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója, tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, és köszöntöm én is a nézőket. A felütés, tehát ez volt, én azt gondolom, hogy egy kicsit kell, hogy beszéljünk a múltról, hiszen amikor átvetted a vezetést, illetve egy új csapatot hoztál magad mellé, neveztél ki művészeti vezetőket, kortárs művészeti vezetőt és művészeti tanácsadóként Szabó Balást, akik természetesen mind majd a későbbiekben megszólalnak, akkor meghatároztátok azt a célt is, hogy mit kell elérnie a szimfonikus zenekarnak. Nagyon sok olyan alapvetés volt, amelynek mentén elindult ez a munka, és én azt hiszem, hogy valóban valamennyi klasszikus zenerajongó elégedett lehet, független attól mondom, hogy azért bejöttek olyan válsághelyzetek, amelyekről nem tehettünk. Tehettetek. Ezt te hogy ítéled meg? Nagyon érdekes az a helyzet, hogy talán elcsépeltnek tűnik, amit most mondok, de pont ma reggel egy kicsit így néhány dolgot így átpörgettem magamban. És így visszatekintve a válságra, ugye egy nagyon nehéz időszakban kezdtük el ezt a kulturális építkezést, közösen itt mind a társulattal, a zenekarral, mint pedig a vezetőtársaimmal. Amikor beadtam a pályázatot lassan 3 évvel ezelőtt, akkor többen, nem tudom, szabad-e ilyet mondani tévében, így azt kérdezték, hogy te megőrültél, hát most akarsz kulturális szférába vezetőként helytállni, most akarsz zenekart vezetni, hát mindent bezártak. És én mondtam, hogy ennek úgy tűnik, hogy most jött el az ideje, és én biztos vagyok benne, hogy ezek a bezárások átmeneti időt jelentenek. Hát nem gondolnám, nem lehet zene nélkül élni. Vagy tulajdonképpen lehet, csak nagyon nehéz, és nem biztos, hogy érdemes. És aztán így is lett, hogy a Covid utáni nyitás az nekünk jutott, és nem a nehézséget láttuk benne elsősorban, hanem az örömöt, hogy az emberek mennyire szívesen jöttek. És még élesen él bennem az első hangverseny, aminek a felelőssége már a mi várunkat nyomta, amikor el kellett dönteni, hogy szabadtérre menjünk, vagy a színházba menjünk be. Bementünk a színházba, mert nem volt jó idő, és féltek az emberek, látszott, hogy túl vannak egy félelemmel teli időszakon, és bejöttek. És ki maszkba, ki maszk nélkül, ki hogy érezte komfortosan magát, de bejöttek az emberek. És szép lassan ez a jég, ez felolvadt, és tulajdonképpen nagyon szépen, nem azt mondom, hogy visszatértünk a megszokott kerékvágásba, mert soha nem lesz a világ olyan, mint annak előtte, de jönnek az emberek a koncertekre, várják a koncerteket. Aztán most jött ez az energiaválság, na erre meg aztán végképp nem számított senki, hogy lehet még nehezebb, mindig lehet nehezebb, de egy nagyon-nagyon szép időszakon vagyunk túl. És miközben ezeken így gondolkodtam, hogy mennyire nagy örömet okoz ez, hogy,
hogy valamit létrehozunk, ugyanúgy, hogy akár most beszélhetünk a színházi darabokról, akár zenés darabokról, akár drámákról, színészek munkájáról, vagy akár a zenekar munkájáról, hogy valamit létrehozunk, az emberek oda jönnek, örülnek neki, és feltöltődve hazamennek. Szerintem ennél nem sok van szebb, azt gondolom. Ez a szép az alkotó világban talán. És aztán, hogy hova jutottam, az arra gondoltam, hogy mik a távlati célok, hogy mit lenne jó még elérni, hogy elindult tényleg egy kicsit, elkezdett növekedni az, amit mi kitaláltunk annak idején itt közösen a kollégákkal, hogy nagyon-nagyon szeretnék oda eljutni ezzel a zenekarral, hogy mondjuk egy Bartók koncertot tudjunk teljesen saját erőből, teljesen saját művészekkel, nyilván a saját karmesterünkkel, Dobszai Péterrel, nálunk regnáló egész állásban ebből élő muzsikusokkal létrehozni, és nagyon óvatosan mondom, esetleg Fehérvár saját hangversenytermében, azt gondolom, hogy akkor elmondhatjuk, hogy hát nem hiába éltünk. Tehát a túlélés volt az alap, ez volt az áloga mindennek, ehhez kellett viszont csapatépítés, egy közösség megteremtése. Én azt tapasztaltam, hogy ez sikerült. Tehát a zenekaron belül is olyan személyiségek irányítják, vezetik, illetve játszanak, akik magukénak érzik azt az elvet, amelyet ti vezető társaiddal képviseltek. Örülök, hogy ez jön le kintről. Nem tudom, belülről mindig nehezebb ezt megítélni. Tehát ugyanúgy, mint a saját magunkat is. Mi gondolunk valamit magunkról, az emberek meg gondolnak esetleg valami teljesen mást. Ugye úgy van ez egy közösséggel is, hogy én elsősorban abban láttam a siker egyik zálogát, hogy egy nagyon erős, egy szakmailag nagyon erős vezetőséget hozzak létre. Tehát nem titok, elmondtam ezt már más fórumon is, én nem az egyszemű vezetésre tettem le itt a voksomat, hanem egy több szeméből álló nagyon erős szakmai vezetésre, és magam mellé sikerült állítanom ebben három teljesen különböző karaktert és három különböző szakmai beállítottságú embert, három különböző területről. De egyben nagyon-nagyon hasonlítanak, hogy mind ez a három ember, vagy mondhatom, hogy velem együtt ez a négy ember ugyanazért a célért dolgozik, és elsősorban szakmai szempontok alapján tudunk dolgozni. Tehát ha mi azért azt nyilván senki nem gondolja, hogy nem szoktunk vitatkozni, de szoktunk vitatkozni, de amikor egymásnak feszül ez a négy ember, akkor ott abszolút a szakmai érvek és ellenérvek dolgoznak, és ebből születik egy jó dolog. Én ebbe hiszek. Nagyon sokan félnek az ilyen típusú megoldásoktól. Én hiszek ebben, hogy ez a szakmai több lábon állás és a több szemszögből látás, ez meghozza a gyümölcsét. És azt gondolom, igen, hogy ez a szakmai vezetés egy nagyon-nagyon jól összekovácsolódott vezetéssé vált, és ezzel együtt nyilván az egész társulat arculata változik, és összekovácsolódik. Nagyon-nagyon féltek a zenészek, vagy sok zenész félt az igazgatóváltáskor. Nyilván megszoktak egy rendszert, megszoktak egy főnököt, ugyanúgy, mint bármelyik másik munkahelyen. Az emberek tudták, hogy bemegyünk a munkahelyünkre, mire számíthatunk, mi lesz holnap után, és hogyha vezetőváltás van, az emberekben azért van egy bizonytalanság. Ez teljesen érthető. És úgy szerintem azért kellett az első fél éve, egy év, mire ez a jég egy kicsit úgy megolvadt, és látták, hogy a vezetőség összekovácsolódott, jól dolgozik, és valahogy így egy kicsit elkezdett ez az egész egy szép egységgé forni. Tehát most már azt gondolom, én még nem nagyon mertem kimondani, de most te mondtad ki, és ennek örülök, hogy kívülről az látszik, hogy összekovácsolódott a csapat. Én még azt gondolom, hogy van még mit kovácsolni rajta, meg nem elég a csapatépítésből soha, de hát azért ez a három év mégiscsak három év volt. Így van, hosszú az út a csillagokig. No, mennyire jelentett megerősítést, hogy otthonra leltetek, új otthonra?
Mert hogy ugye ez sok újdonságot is hozott, gondolok itt a karmestert kérdez a zeneszerzőt programokra, ezek nagyon fontosak voltak, meg a különböző kisebb léptékű hangversenyekre. Erről majd külön beszélünk természetesen az idei év kapcsán, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos pillanat volt. Mert hogy az emberek többsége ezt ideiglenesnek hitte az első időszakban. Így van, hiszen a zenekar azért túl van már több költözésen is, ugye még az előttem lévő időszakból. Kereste a város vezetése is, meg a maga a zenekar is kereste a helyét fizikailag itt Székesfehérváron, hogy mégis hol lenne ez jó. Hát amikor én megláttam ezt az épületet, szerintem az első néhány nap azonnal azt tettem, hogy körbejártam. A pincétől a padlásig, hogy tulajdonképpen mire lehet számítani. Megnéztem az épület belső részeit, megnéztem a külső részeit, megnéztem a kertet, hogy mégis milyen adottságokra lehet számítani, mivel dolgozhatunk. És az első hét után én ezt jeleztem polgármester úrnak, hogy ez itt egy óriási kincs, és ez egy olyan zenekari székház tud lenni az országban, ami szinte egyedülálló, egy csoda. Egyrészt gyönyörű környezetben van, tehát az, hogy megérkezik az ember a munkahelyére, ahol művészettel fog dolgozni, az emberek lelkét fogja szolgálni azzal, amit ott csinál, és egy gyönyörű fák mellett egy tóparton besétál a házba, szerintem ez megalapozza. Tehát abszolút nem mindegy, hogy a rideg négy fal közé érkezik meg az a muzsikus, vagy már eleve egy ilyen gyönyörű környezetbe. Vagy amikor egy zenekari szünet van, és csak kimegy egyet sütkérezni a napon, abba az 5 percben vagy 10 percben, amit éppen adott a karmester, feltöltődik. Tehát ennek a helynek egész egyszerűen jó a rezgése, nagyon jó helyen van. És most már polgármester úr is ugye kijelentette, hogy számíthatunk erre, ő is gondolkodik ebben, a város vezetése is, hogy ez a zenekarnak egy állandó otthona legyen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó hír számunkra, egy nagyon pozitív megerősítés. Aztán az, hogy otthonra leltünk, én nem így fogalmaznék, igazából inkább úgy, hogy megnyitottuk az otthonunkat a nézők felé. Ettől nagyon féltek a kollégáim. A kollégák többsége félt tőle, hogy hogyan fogunk mi itt ennyi embert vendégül látni, hogy fognak elférni, mit fognak szólni, jaj, mi lesz, hogyha meglátják, hogy itt ott potyog a fal, vagy most bármit, nem tudom, ugyanúgy, mint amikor egy vendéget fogadunk a saját otthonunkba, hogy vajon igyekszünk mindent kitakarítani, legyen az csilli-villi, illő módon fogadjuk a vendéget. Ugyanígy voltunk mi is, és nagyon-nagyon hálás volt a közönség, amikor először bejöhetett. Ugye nagyon izgultunk, hogy ez hogy fog elsülni, de én azt gondolom, hogy most már a közönség is otthonra lehet nálunk, talán akkor lehet így fordítani ezt a mondatot, amivel kezdtünk, hogy különböző koncerteket, tehát kezdtük a kortárs kamara klub koncertekkel, és most már mondhatjuk, hogy mondjuk az ifjúsági partitúra koncertek azok ott állandó helyszínre lehetek. Nyilván sok mindenben praktikusabb volt a színház, tehát hogy ez nem kétséges, tehát ott azért egy olyan infrastruktúra van, és egy maga a színház is egy olyan gyönyörű hely, hogy oda örömbe menni. Mégis azt kell mondanom, hogy ezeknek az ifjúsági hangversenyeknek, és egyébként a kamara koncerteknek is, mondjuk a felnőtt közönségnek szóló koncerteknek is megvan az a varázsa, hogy ahogy mi most így beszélgetünk, ilyen közelről látják mondjuk a hangszereseket. Igen. Tehát, hogy az egy valóban élővé válik, és egy egészen más típusú, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy műhely munkává vált ez a közönséggel való ennyire közvetlen kapcsolat. És no. Mondat csak, hogy ezek így mind ugranak el, hogy nem csak az, hogy kérdezhet a néző, mert ugye van ez a sorozatunk, hogy kérdezd a karmestert, kérdezd a zeneszerzőt, tehát nem csak attól lett ez otthonos, hogy kérdezhetnek, és tulajdonképpen egy kicsit leomlottak a falak, idézőjelve, hanem maga az, hogy
tényleg élő közelségben láthatják a művészeket, hallhatják. Ha már ott tartunk, hogy a székház ügyében, akkor és a kérdezz a karmestert, illetve a kérdezz a zeneszerzőt is megemlítetted. Ugye te magad mondtad, hogy a legyen a szimfonikus zenekar a kortárs zene központja. Én azt gondolom, hogy ez egy remek út, amit választottak egyrészt ezekkel, másrészt pedig ugye a Filharmónia bérlet, a ifjúsági hangversenybérlet sorozat is nagyon segít ebben. Úgyhogy kezdjük talán ezzel a kettővel. Hát a kérdezd a karmestert, kérdezd a zeneszerzőt, ez folytatódik, hiszen magyar zeneszerző generációk és a Ligeti Reflexiók is kettő olyan program, ami azt hiszem minden klasszikus zenekedvőnek felkelti az érdeklődését, annál is inkább, hiszen Ligeti évforduló van, és azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy Ligeti Györgyre mindenkinek emlékeznie kell. Így van. Érdekes, hogy változott egy kicsit a világ. Nem, hát mindig változik természetesen. Most arra gondoltam, hogy amikor egy bő 30 évvel ezelőtt én a művészeti szakközépiskolában jártam, és mentünk a koncertekre. Hogy ez egy evidencia volt, hogy diákként el kell járni koncerteket hallgatni. És hova kell? Hát természetesen. Én Pécset tanultam, és mindig mentünk a Pécsi Szimfonikus Zenekar koncertjeire. Vagy éppen más jellegű kisebb kamara koncertekre. És én emlékszem, hogy azért volt olyan, amikor Ligeti darab került műsorra, és hogy mondjam, egy egészen picikét azért ott az modernebbnek tűnt, mint amit megszokott az ember egy klasszikus koncerten. És most eltelt ez a 30 év, megváltozott szerintem a világ, megváltozott sok minden, gyorsabbá vált az egész, és más lett az inger küszöb. Most sok mindent lehetne itt hozni, de talán ez egy összefoglalja, más lett az inger küszöbünk. És most legutóbb több alkalommal is tűztünk műsorra Ligetit, és azt vettem észre, hogy először azon gondolkodtam, hogy ezt most csak én gondolom, vagy a közönség is. És azt vettem észre a közönségen, most így elárulhatom, hogy így azért szoktam figyelni a nézőket, hogy melyik hangversenyünkre hogy reagálnak, és ott élőben, hogy vajon most mit gondolnak magukban az emberek, és nem csak a kortársra, hanem minden másra is, hogy most hallják ők, hogy itt most valami más történt, vagy, mint eddig, vagy nem. És egyébként nagyon jól le lehet venni minden rezdülését a nézőknek is, hogy mennyire tudnak együtt élni a zenével. És azt láttam, hogy Ligetit nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadták, és már szerintem, nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, de már nem az a kortárs, akitől távolságot kell tartani, mert jaj, borzasztó, nem bírom hallgatni, hanem egész egyszerűen nagyon szeretik az emberek. Tehát én most már megkockáztatom, egy kicsit inkább klasszikusnak sorolnám. És az, hogy legyen Fehérvár a kortárs zeneközpontja, az egy nagyon-nagyon nehéz mondat. Az egy nagyon, nagyon komoly felelősségvállalás. Mert mindezt úgy találtuk ki, és úgy indítottuk útjára, hogy a fehérvári közönség egy nagyon befogadó közönség. Tehát, hogy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon hálásak minden egyes jó hangversenyért. És hogy én azt kértem a kollégáktól, hogy azt tartsuk szem előtt, hogy úgy vezessük be az embereket ebbe a kortárs irodalomba, ebbe a kortárs világba, hogy mutassuk meg, hogy ez nem biztos, hogy harap. Hogy nem biztos, hogy fáj, hogyha beülünk egy kortárs koncertre. Persze, volt olyan is. Én is emlékszem arra, hogy beültem, és hangsúlyozom, nem itt. Beültem, és alig vártam, hogy vége legyen, mert egész egyszerűen nem találtam magamat benne. Nem volt ott nekem helyem. És ez előfordult zenekari zenészként is egyébként, hogy játszottunk olyan darabot, hogy igazából nem volt egyszerű megfejteni. De hogy a közönségnek, az itteni közönség szeretetén keresztül szerintem ki tudjuk nyitni ezt a kortárs legyezőt. Tehát egész egyszerűen meg tudjuk mutatni a világnak, hogy ez egy ugyanolyan szerethető dolog, hiszen ez velünk él, ez a ma. És akkor lesz ugye a másikat, pedig Madarász Iván, Fekete Gyula és Bella Máté. Azt hiszem, hogy ezt is három, azt mondom, hogy helyek közel fiatal. Dobri Dani lesz a házigazda, a kortárs művészeti vezető. És még maradjunk egy kicsit a székháznál, hiszen a partitúra ifjúsági bérlet is ott lesz méghozzá. Én azt gondolom, hogy remek előadásokkal. Hát a Mozartról nem kell beszélnünk túlságosan sokat, hiszen a
többség a zenekedvelők ismerik, viszont a Péter és a Farkas Prokofjevtől nem különben, de azt hiszem, hogy ezzel, ilyen darabokkal lehet meghódítani a közönséget, főleg így, hogy Nagy Péter barátunk, aki sajnos a színházban már nem fog fellépni színművészként, de azért vállalt egy szerepet. Őt azért emelem ki, mert Dobri Daninak ugye remek barátja, még talán együtt emlékszünk a híres Dobri Dán zenekarra, amelyben együtt szerepeltek, tehát ez egy csoda. Viszont amikor arról beszélünk, hogy az Arzó Székház most már méltó otthona lesz a klasszikus zenének, azért ne feledjük, hogy természetesen lesz a színházban is, hiszen a Farkas Ferenc bérletsorozat az a színházra lett kitalálva, ha úgy tetszik. És hát a Tündértánc és a Magyar Hősök, ejtsünk róluk szót, hiszen ne feledjük, hogy a Dobszai Péter az állandó karmester, illetve te magad is vezényled majd a Arszakra záró hangversenyét, de fantasztikus karmestereket sikerült és szólistákat megszólítani. Így van. Hát rögtön szeptember 4-én ugye az első nyitó hangversenyünkön Langer Ágnes hegedűművész lesz a vendégünk. Egy egészen kiváló fiatal tehetségről beszélünk. 2017-ben volt ő a Bartók világverseny harmadik helyezettje. Azt gondolom, hogy ez, azért ez egy ékes példája annak, hogy szerintem méltán várhatjuk őt a színpadra. De hát ebben az évadban azért nem fogunk szűkölködni szólistába, vagy éppen vendégkarmesterekben. Ugye eddig azért a kényszerű, előbb a Covid, aztán pedig az energiaválság miatt mi nekünk nagyon takarékosodni kellett. Tehát, hogy nagyon-nagyon meg kellett húzni egy vonalat, hogy majdnem, szóval nagyon sokat dirigált Péter. Ennek ugye ez azért egyrészt jó volt abból, hogy valós társulatépítés volt, és valós csapatépítés volt, és az állandó rendszeres munka azért az egy nagyon komoly kritérium annak, hogy kiépüljen egy saját hangzás egy zenekarnak. Nem véletlen, hogy nagyon-nagyon kevés zenekar van a világban, ahol nincs állandó vezető karmester. A legtöbb zenekarnak van vezető karmestere, állandó karmestere, akikkel a folyamatos építkezés, a folyamatos műhely munka megy. Tehát ez egyfelől egy szakmai elvárás is volt, ugyanakkor egy kényszer is volt, mert nagyon-nagyon szorosra kellett húznunk a nadrágszíjat, és viszonylag kis büdzséből gazdálkodni, és ezért nem is nagyon hívtunk vendégeket, vagy csak nagyon elvétve egy hónapban egyszer, vagy két havonta egyszer azért megjelentek itt egészen neves szólisták, vagy karmesterek. De nagyon nagy öröm számunkra, hogy idén például sikerült Balázs János Kossuth-díj a zongora művész meghívnunk például. És azt gondolom, hogy ezek mind, vagy például 2 éve, tehát azóta, hogy Hamar Zsolt dirigálta egyszer a zenekart, most úgy tűnik, hogy 2 éve elteltével ismét tudjuk Hamar Zsoltot is hívni és a színpadon látni. És ezek mind-mind fontosak abban a zenei életben, amiben mi dolgozunk, hogy jöjjenek olyan művészek, akik a világ minden táján elismert művészek, és egész egyszerűen olyan inspirációt és olyan tudást hoznak be az együttesekbe, amit máshogyan nem lehet megtapasztalni. Egyértelmű, mint ahogy nagyon fontos, hogy emlékezzünk Somorjai Ferencre, hiszen azért az alapokat is nagyon sokat segített abban, hogy megteremtődjenek, és azok pedig hagyományos módon Szent István művelődési házban lesznek a koncertek, és a természetesen Dobszai Péter vezényletével mindkét koncert, viszont ott is lesznek nagyszerű vendégek, hiszen a Schubertiáda, a Schubert évforduló nagyon fontos, a Haydn-Eszter házán nem különben, és ugye olvasom itt, hogy Fülöp Levente itt lesz velünk, úgyhogy ez nagyszerű. Kell, hogy beszéljünk az Én vagyokról, hiszen az Arszakra Fesztiválnak nagy hagyománya van Székesfehérváron, és általában ez az időpont, ez fontos. Te magad fogod vezényelni, ez egy rendkívüli kihívás, hiszen ennek nagyon nagy méltósága van ennek a fesztiválnak. Nagy kihívás, ugyanakkor egy borzasztó szép, egy
ez most egy fura magyar szófordulat, de egy borzasztóan gyönyörű zenei anyagról beszélünk, egy olyan dramaturgiával, ami egyszerűen szerintem elképesztő. Az én vagyok, ez gyakorlatilag egy Jézus monodráma, és Jézus és Mária kapcsolatát dolgozza fel, boncolgatja a zenén keresztül, és Jézus szerepében, ha szabad ilyet mondani, Csadi Zoltán színművész lesz, aki a Dunói Városi Bartók Kamara Színház művészeti vezetője. Annak idején ő kért fel minket erre a közös munkára, Dobri Danin keresztül, és nagyon-nagyon szép munka lett belőle. Úgy gyorsan akartam mondani, hogy ezt tulajdonképpen tavaly októberben sikerült előadnunk Dunaújvárosban, és most jött el az ideje, hogy Székesfehérváron is be tudjuk mutatni. Viszont most ugye az Árszakra Fesztivál keretein belül azért ez egy, azt gondolom, hogy a megfelelő, méltó helyre kerül ezzel a bemutató. Mostani kortárs magyar szerzők Mária dalait mutatjuk be, Stravinsky darabokat fognak hallani, és egy egészen megdöbbentő monodrámát. Nem, nagyon nehéz róla beszélni, mert annyira komplex zenei és prózai művet kapnak egyben a kedves nézők, hogy hát én nagyon-nagyon várom ezt a fehérvári bemutatót. A dunaújvári közönség állva tapsolt. Remélem, hogy ez itt is így lesz majd. Bízom benne, a Szent Imre templomban természetesen ott leszünk, mint ahogy ígérhetem a szimfonikus zenekar tagjainak, hogy lehetőségeinkhez szerint, ahogy eddig, mindenről beszámolunk, mert ez egy nagyon-nagyon fontos Székesfehérvár kulturális életében. És hát én azt kívánom, hogy akkor hajrá, az elveknek megfelelően, hogy egyrészt ugye a zene mindenkié, a kortárs zene nem különben, úgyhogy mi azt várjuk, hogy ez a folyamatos fejlődés záloga a ti irányításotokkal megtörténjék, tovább folytatódjék. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, a szimfonikus zenekar igazgatója Ruf Tamás volt a vendégem. Az idei évadról beszéltünk, azt hiszem, hogy így is mondhatom önöknek, hogy a szimfonikus zenekar várja önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.